Köszöntöm a Zárt Kávé Fehérvár valamennyi nézőjét, ezúttal nem a szabadtéri stúdióból, hanem innen a Fehérvár Média Centrum épületéből. Viszont a témánk az ma sem változik, hiszen a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvény sorozatának kezdő időpontjához közeledve egyre több szó esik az egyes eseményekről. Mai adásunk középpontjába pedig a muzika szakra, ami idén egy igazán sodró lendületes művel jelentkezik. Erről ejtünk szót, itt köszönhetem nagy szeretettel a stúdióban az est két fantasztikus fellépőjét, Lukács Öngyi szoprán Kossuth Díjas énekművészt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Alexandru Agache baszbaritont. Agache. Köszönöm szépen a kisegítést, mert ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy Agache a helyes megfelelő. Minden ország más. Franciaos Agache. Német országból Agache. De itt most szóval. Székesfehérváron tudni fogjuk, hogy mi a megfelelő kiejtés. Nemrégiben érkeztek ide Székesfehérvárra, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek. Hogyan tetszik a város? Hú, hát először járok itt, megmondom őszintén, hogy szégyellem, de valahogy ez így jött ki az én életemben, hogy gyönyörű a város, éppen hogy jöttünk be, és igazából nehezen találtuk meg a hotelt, ahol elszállásoltak minket, mert minden le van zárva, ugye, de így kénytelenek voltunk kaskaringozni, és megnéztük a város, gyönyörű, gyönyörű egyszerűen, úgyhogy nagyon tetszik. Önnek is tetszik? Igen, gyönyörű. Hát minden magyar város gyönyörű, mert az építész, magyar építész az nagyon sikeres volt, és nagyszerű. Egyébként én kolozsvári származási, ott is magyar építész, hogy hívnak? Magyar város Kolozsvár. De nem, az egész Erdély, ezek a architektúra tipikus magyar, és osztrák is, szóval ugyanaz egy picit, szóval ismerem, ezek nagyon tetszik nekem. Látványos műemléki épületek, az biztos, hogy itt a városban egy csodálatos barokk belváros fogadja az ideérkezőket. Hát Verdi fantasztikus műve csendül majd itt fel a muzika szakrán keresztül. Mind a ketten találkoztak már ezzel a művel, a világ minden színpadán, mondhatom ezt, igaz? Hát én nagyon régóta énekelem a művet, 22 éves koromban debütáltam benne a Zeneakadémián, Lukács Ervin vezényletével, és azóta igazából szinte megállás nélkül énekeltem. A külföldi bemutatom az Londonban volt, amikor először énekeltem külföldön, a Barbican Hallban, ott Sir Colin Davis vezényelt, nagyon nagy karmesterekkel énekeltem, Scalában énekeltem Riccardo Mutival, illetve turnéztam a Scalával, Verdi Requiemmel, Berlinben, Rafael Frühbeck de Burgos, Marcello Viotti, nagyon-nagyon sok helyen, a Moszkvai Balsói Színházban énekeltem, és hát nagyon sokszor Magyarországon, főleg Budapesten. Én debutálok most. Nagyon jól ismerem a mű, mert fiatalként dolgoztam a Filharmónia, a Kolozsvári Filharmónia énekkarban, és ott többször énekeltem a kórus bariton basszus részek. Egyszer volt nagy tisztelet, hogy Ferencsik jött és dirigált Kolozsváron. Ez 78-ban, vagy nem emlékszem pontosan mikor, és azért most emlékszem, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor én is részt voltam a koncertre. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy sodró lendületű mű, de talán azt is elárulhatjuk, hogy nincs olyan énekes vagy ember a hallgatók közül, akit ez ne érintene meg, mert annyira a szívből, a lélekből szól, nem? Hát ne felejtsük el, hogy ez egy halotti mise. Ugyanakkor nagyon sokszor szokták mondani, hogy Verdi, mivel együtt komponálta az Aidával, hát nagyon opera íze is van. Én nem szeretem, mikor ezt mondják, mert amikor én énekelem a
a Requiemet, akkor nem operára gondolok. Tehát ez nem egy szórakoztató zene. Tehát itt a közönségnek is úgy kell jönni, tehát olyan befogadó szándékkal kell jönni, hogy itt az ember úgy azért végigértékeli az életét. Valahogy ez a mű arra készteti a hallgatót, hogy merüljön el az életének a felülvizsgálatában. Én valahogy ezt így, és mint énekes is, én is így vagyok, eszembe jutnak hozzátartozóim, akik már elmentek, az édesanyám, az édesapám. Ezt nem lehet csak úgy hallgatni, ezt a művet, hogy akkor kipipáljuk, és, vagy nem figyelünk úgy. De ez a mű nem engedi, hogy a hallgató ne figyeljen oda az első hangjától az utolsóig. Rendkívüli zene, rendkívüli mondanivalóval. Ugye az utolsó szöveg az a libera me, ami a szopránnak egy rendkívül nehéz tétel. És ez az utolsó tétel, addigra már ugye mindenki már kénekelte magát, és nagyon elfárad, ezt lehet mondani, de a legnagyobb üzenet, az üzenet a műnek, hogy szabadíts meg, Uram, az örök kárhozattól, azt hiszem, hogy ez az életünknek a legfontosabb üzenete, hogy ezt kérjük az Úrtól. Mindenképpen egy ilyen mély estére lehet akkor számítani. Hát ez egy iszonyú, fantasztikus mű, és itt látszik, hogy milyen kicsi az ember az univerzum és az Isten előtt, mikor jön az a pillanat, mikor kell odaállni, hogy bűneik és minden is. Egyébként hátborzó, hogy hívnak az, mikor énekel az ember, és akkor hall az egész, mindegy, egy ultradimenzió, és a kórus részeik fantasztikus, az Dies Irae, a nap, mikor jön az harag, és fantasztikus. Azt mondjuk, hogy ilyen mély tartalmakról szól ez az előadás, ez mondjuk a művészek részéről azt is megköveteli, hogy egy kicsit egy ilyen felfokozottabb lelki állapotban tudjanak odaállni a színpadra, vagy előtte pont inkább feltöltődni kell, hogy aztán lélekben oda tudja tenni magát az előadáshoz. Ez hogy zajlik így a háttérben, hogyha egy kis kulisszatitkot így elárulnak a nézőknek? Hát mindenképpen lelkiekben is fel kell készülni rá, tehát ezzel foglalkozni kell. Amikor megkaptam a felkérőt, ugye ez azért néhány hónappal ezelőtt volt, akkor onnantól kezdve az ember ugye nem csak énekli, vagy meghallgatja. Ugye nekem tanulnom nem nagyon kellett, mert tudom az anyagot, de lélekben készülni kell rá. Tehát itt van egy nagyon belső folyamat, ami éneklés közben, hogy az ember kitárja a lelkét, és ami a legfontosabb, és ezt nagyon nehéz szavakkal kifejezni, hogy az embernek a lelke a hangján keresztül meg tudjon szólalni ebben a műben. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem szeretem ezt mondani, de hitetlenül énekelni ebben a műben nem lehet, mert azt megérzi és meghallja a hallgató. Ugyanakkor, ha a mű nehézségét nézzük, tehát a technikai hangi nehézségét, akkor azt kell mondjam, hogy én hát ugye nagyon, nagyon régóta énekelem, de mindig, amikor jön a felkérés, az ember úgy készül rá, újra elő kell venni, és újra megnézni, hogy mit csináltam, amikor énekeltem, mit csináltam jól, illetve rosszul, hogyan fogom most énekelni, tehát ezt a mellényzsebből nem lehet kihúzni ezt a művet, tehát nem lehet lapról olvasni, és akkor leénekelni, mert nagyon nehéz. Segítik egymást egyébként a próbában? Nézőknek annyit azért elárulhatok, ugye, hogy önök férj és feleség a civil életben. Úgy van. Hát, hogy debutálom, most tanultam a szolista rész,
és akkor Gyöngyi zongorával nagyon sok segített nekem, és a kiejtés a szöveget, mert latinum, de a latinum úgy, hogy van több kiejtés stílus, és attól függ, hogy a karmester hogy akar. Például a Toscanini akart, hogy olaszos mondjan a szöveget, a latin szöveget, de nem úgy kell egyébként, nem úgy korrekt, de azért, hogy Verdi Requiem, akkor inkább úgy használnak Olaszországban is. De van más felvétel, hol teljesen más, szóval itt is ő is megint segített nekem. De valami szeretném mondani, hogy lelkileg inkább kell hideg maradni, mert nagyon veszélyes abba részt venni, abba a nagy erő, mi van a szomorúság és a sajnálatás, az nagyon veszélyes, és akkor nagyon könnyű, legalább nekem, mert még nem olyan jól tudom a Requiem, akkor ő persze lelkiek neki, mert tudja pontosan, perfektus, akkor úgy van, mint ő mondta. Az ugye eddig már együtt készültek, illetve hát a műben közreműködő kórusok, zenekar is már javában próbál, de most kezdődnek majd a közös zenélések, próbák, úgyhogy ez mindig egy ilyen kemény időszak szokott lenni, legalábbis az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Önök mire számítanak? Most fognak ugye akkor majd először menni a Nemzeti Emlékhelyen lévő szabadtéri színpadra. Igen, holnap lesz egy együttes próbánk, és akkor este pedig a főpróba, ami így egymás után elég veszélyes. Tehát tudni kell, hogy a szoprán szóló a legnehezebb a műben. Nagyon sokat énekel, nagyon differenciáltan kell énekelni, nagyon sokféle dolgot kíván Verdi az énekesnőtől. Igazából kétfajta hangra van írva a szerep, illetve szóló, egy lírai szoprára és egy nagyon nagy hangvolument igénylő drámai szopránra, szélsőséges dinamikai utasításokat kér a szerző. Tehát én úgy szoktam készülni rá, hogy a próbákon nem lövöm el az energiáimat, hiszen este 9:30-kor kezdődik a főpróba, ha az ember mindent odaad, a reakció mindig másnap jön. Tehát a fáradtság, a hang egy kicsit akkor leül. Tehát én inkább olyan énekes vagyok, aki az előadásra tartogatja az energiáit. Persze próbálni kell, tempók, mit kér a karmester, kipróbálni a helyszínt, a mikrofont, tehát ezek fontos dolgok, mert mire odaáll az ember, ugye akkor már ne ezekkel foglalkozzon. De a hangra mindig nagyon kell vigyázni, különösen ennél a műnél, mert nagyon hosszú és nehéz. Egyszerűen csak ezért. Akkor kimerítő lesz ez az időszak, az biztos. Hát a holnapi nap egy kicsit húzos lesz, de hát majd úgy csináljuk, hogy viharos, mert jön a vihar is. Vihar is lesz, nem? Itt szerintem szép időnek kell lennie ilyen csodálatos műnél. Az, hogy mondjuk ez az előadás egy olyan szabadtéri színpadon zajlik, ahol egykoron mégiscsak István által építetett bazilika volt, illetve hát itt koronázták és temették el magyar királyinkat, ez jelent valami pluszt? Hát igen, ugye ettől még ünnepélyesebb ez az egész, tehát ennek a műnek az előadása szerintem mindenképpen ide való. Tehát amikor én megnéztem, hogy ez hol lesz, és akkor mindjárt mondtam Alexandrának is, hogy ez tényleg egy nagyon felemelő hely, hiszen hát ahogy ön is mondta, hogy a királyokat itt temették el, én azt gondolom, hogy ünnep lesz szombaton, és mi is arra készülünk, hogy ez így legyen. Én ezt sokszor. Szerintem nagyobb a respektum azért, hogy a koronázott ér lesz, mint a Requiem, nekem legalább nagyobb izgalmat. Izgalmasabb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát sok erőt, kitartást kívánok az elkövetkező napokhoz. Köszönjük. És szombatra pedig sok sikert. Köszönöm. Köszönjük szépen.
jöjjön egy kis ízelítő, aztán maradjanak velünk, hiszen folytatódik a adásunkban, foglalkozunk még a muzika szakrával, illetve a koronázási szertartás játékkal is. Folytatódik az Árt Café Fehérvár, a muzika szakra áll mai adásunk első felének középpontjában, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Ifjabb Major Istvánt, az Alba Réga szimfonikus zenekar igazgatóját. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szervusz, én is. Hát most már nagyon sok mindent hallhattunk az ének művészektől a darab kapcsán, meg úgy egyáltalában a próba kapcsán. Neked ilyenkor mennyi időd jut arra, hogy bármire is legyen a próbán kívül egy kis szabadságod, vagy ilyenkor már teljes gőzerővel zajlik a felkészülés? Hát ilyenkor gőzerővel zajlik a felkészülés, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy én ezt kérem a kollégáktól, a művészektől, hogy senki ne úgy jöjjön be reggel a próbára, hogy ő a munkahelyére érkezik, mert ezt nem lehet munkahelyszerűen csinálni. Ez valakinek vagy hivatása, és feltölti ez a tevékenység, vagy nem érdemes csinálni másképpen. Úgyhogy én ezt így élem meg, hogy óriási lelkesedéssel és örömmel kezdem minden napomat, és alig várom, hogy elkezdhessünk dolgozni, és elkezdjük ezt a fantasztikus darabot, és mindig egy óriási lelkesedés van bennem, hogy valamit készítünk valamit a közönségnek, meglepjük őket valamivel, még akkor is, hogy a Verdi Requiem egy rendkívül ismert, népszerű darab, és biztos vagyok benne, hogy a 2500 fős nézőközönségnek legalább a fele hallotta már, vagy ismeri, vagy nagyon ismeri. Ennek ellenére mégiscsak valahol egy kis titok, valahol egy új előadás, ez a miénk lesz fehérvárjaké, a fehérvári előadók adják elő többnyire, ugye hát kórusok, zenekarok, vagy ez a zenekar. Tehát ez az ember sokkal inkább feltölti, mint elfárasztja, tehát sokkal inkább arról a művészi élményről beszélnék, amit megél ilyenkor az ember, és talán semmit arról, hogy munka, vagy erőfeszítés, vagy dolog. Meg hát amit mondtál is, hogy azért minden előadás az egy új előadás, nem lehet kétszer eljátszani ugyanúgy egy adott darabot, és ilyen helyszínen
ilyen fellépőkkel ez még soha nem csendült fel. Ez így van. Minden alkalommal számomra is azt gondolom, hogy kollégáim nevében is mondhatom. Ez egy rendkívül különleges pillanat. Még azoknak is, akik adott esetben kisegítőként ide jönnek hozzánk, ez egy ünnepi pillanat, hogy mi Szent István sírja fölött játszhatunk ilyen egyházi zenéket, amelyek azt gondolom, hogy méltán kerülnek erre a helyszínre ebben az időben, mert ne felejtsük el, hogy ugye augusztus 20-ához kötődik ugye a királyi napok és az egész ünnepség sorozat, de most például a Requiem kapcsán elengedhetetlen, hogy megemlítsük azt, hogy Szent István halálának napja augusztus 15-e, 3 nappal előtte elhangzik a sírja fölött egy Requiem, ez azért elég szorosan kapcsolódik oda, tehát úgy az egész államiságunkhoz és magyarságunkhoz és ugyanakkor egyetemes kultúránkhoz és ahova tartozunk, Európához, ez annyira illeszkedik és annyira felemelő, tehát mind közönségnek és mind előadónak ez egy nagyon-nagyon felemelő dolog is. Ritka pillanat, és nagyon büszke vagyok Székesfehérvárra, hogy itt élhetek, és hogy egy olyan közösséget alkotunk, ahol ez érték, ahol ez fontos az embereknek, ahol erre áldoznak, ahol van egy ilyenfajta komoly, szakrális elköteleződés, mert azért a Harmony Albenzi sorozatot is, hogyha ide veszem, ugye 4 templomi koncert a nyáron, amelyek mind kivétel nélkül teltházzal zajlanak. Ez egy olyan érdeklődés, egy olyan kötődést mutat, ami szerintem egy óriási érték, és főleg a mai világban, amikor ezeket a komoly dolgokat úgy nagyon sok esetben könnyelműen félreteszik az emberek az életükből. Itt van, nyoma van, talán ez a város történelme is hozza magával, hogy mi azért vigyázunk az értékeinkre. Meg talán ugye a muzika szakra is eleve adja magát, hogy minden évben gondolom, hogy fontos, hogy milyen a darab választás a helyszínhez, meg úgy egyáltalában ehhez az ünnepkörhöz kötődően egy megfelelő darab kerüljön majd előadásra. Ez minden évben nagyon nagy fejtörés. Ugye azért is, mert méltó művel szeretnénk kiállni, ugyanakkor szeretnénk, hogyha azért valamennyire ismert és népszerű lenne, hogy legyenek partnereink abban sokan, akik ismerik és szeretik, hogy másokat is hívnak erre az eseményre. Nagyon nehéz nyilvánvalóan egy újszerű dolgot bevezetni, ami még teljesen ismeretlen, hiszen hát az embereknek csak egy kis része nyitott az új dolgokra, azért a többség inkább már a bevált dolgok iránt nyúl, úgyhogy ez nyilván nehézséget okoz, meg az, hogy az egy nagyon nagy vállalkozás, hogy tényleg szakrális zenére komoly tartalommal bíró műveket évről évre elővenni, és nagyon nagy számú közönségre számítani. Tehát ma ugye hál' Istennek nagyon gazdag a kulturális kínálat országszerte, Európa szerte, tehát ez fontos az embereknek, de hát nem annyi, kevésbé a komoly dolgok iránt érdeklődnek az emberek. Ez valahol örömteli, mert könnyűn úgy tűnik, hogy az életünk valamelyest könnyebb lett, vagy egyre könnyebb, vagy egyre kiegyensúlyozottabb és szebb, és kevésbé foglalkoznak az emberek a nehézségekkel, vagy egyáltalán az élet komoly dolgaival. De ezek jó pillanatok arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és foglalkozzunk ilyennel is. Persze most kicsit már átfordulok ilyen nagyon melankolikus hangulatba. De lehet, hogy már te is hangolódsz rá, hogy az előbb a művészek mondták, hogy ilyenkor a maguk lelki állapotát is van, aki teljesen távolálló, vagy hideggé teszi, mint Alexandru, és hát ugye van, aki pedig inkább elmélyül. Igen, mondjuk én is, hát mint csellista ezt a művet sokszor játszottam az életemben, tehát
ismerem, még azt is el tudom mondani, olyan nehézségek vannak a csellistáknak is, hogy gyakorlatilag nincs az a zenekari próbajáték, ahol ne kérnének részletet ebből a műből. Ennek ellenére sokkal inkább, tehát arról szeretnék inkább beszélni, hogy a fájdalom, a gyász és ez a témakör. Ez, hát nyilván ez a témája, egy requiemnek ez a témája, ez adott a szöveg, ugye, tehát attól nem nagyon lehet eltérni. Viszont egy olyan hitből táplálkozik ez a mű, a kereszténységből, ami nem más, mint a remény, maga a remény. Tehát az egész műnek számomra a kicsengése egyáltalán nem az, hogy na most akkor magamba borulok, és Úristen, mi van, hanem pontosan a megoldás, nem? Hát ugyanúgy, ahogy maga a kereszténység, ugye a feltámadás a központi eleme, és ez az értelme, és a célja, és ez benne a remény, és hát ennek a műnek is sokkal inkább ez a kicsengése, úgyhogy aki eljön, és aki ezt veszi a bátorságot, hogy egy estét eltöltsön mélyebb gondolatokkal, az biztos, hogy nagyon feltöltődve fog távozni és hazamenni. Tehát én tényleg mindenkit azért buzdítok, hogy jöjjön el, mert együtt lesz ez jó. Zenészek, énekesek és közönség együtt lesz ez szép és jó ezen a csodálatos színpadon. Számítotok egyébként majd ilyen érdeklődő tekintetekre a fő próbán, mert ugye az is hagyomány már, hogy annyira érdekli a fehérváriakat, hogy mi történik ott, megnézzék, meglessék a kulisszatitkokat, hogy szerintem az estnek nincs olyan pontja, amikor ne nagy tömegekben szemlélődnének ott a nemzeti emlékhely környékén, és néznék azt, hogy éppen a művészek mit munkálkodnak. Ez abszolút így van, tehát azt mondom, egy ilyen esemény sorozat, mert tegyük ide a koronázási szertartási játékokat is, hogy esténként zajlik a próba, ez egy nagyon jó reklám is egyben a magas művészeteknek, hiszen esténként ott egy kis ízelítőbe belecsöppennek az arra járók elő emberek, és biztos vagyok benne a tapasztalataink alapján, hogy tömegek fognak állni ott a hídon. Mondjuk most, ha ez idáig nem volt szerencsénk a főpróbával, mert az előző esték mindig valahogy rosszul sikerültek egy időjárás szempontjából, és nem tudtuk megtartani, de talán az idén. Talán idén szerencsénk lesz. Hát későn kezdünk, ugyanis ugye 8:30-tól van a királynapok megnyitója, úgyhogy így 9:30-kor kezdődik este a főpróbánk, de hát olyankor ilyen ebben az ünnepi időszakban este nagyon sokan vannak az utcákon. Úgyhogy biztos sokan bele akarnak nézni, és ez tényleg egy jó alkalom arra. Amíg egy színházi, koncerttermi hangversenynél a közönség csak annyit lát, ami a koncert alatt történik a színpadon. Egy ilyen esetben viszont betekint tényleg egy főpróbába, annak esetleges feszültségeibe, nézeteltéréseibe, esetleges hibáiba, bakjaiba. Mi egyébként zenészek mindig úgy vagyunk a hibákkal, hogy nagyon boldogan és örömmel vesszük a próbán, mert ezt már kipipáltuk, valószínűleg ez már a koncerten nem tud előfordulni, de a közönségnek viszont hát nyilván érdekes mondjuk egy ilyen esetleges baki is, tehát de mondjuk hozzáteszem, a zenekar nagyon felkészült, nagyon nagy lendületet adott a zenekar működésének az új koncertmesterünk Selmeci Gábor, úgyhogy remek formában van a zenekar, Drahos Béla nagyon lelkesen és nagyon intenzíven dolgozik az együttessel. A kórusok, én azt látom minden alkalommal felvillanyozódva, hát egyébként el kell mondanom, hogy a kórushoz csatlakoztak olyan emberek is, például Kaposvárról, Egerből, akik külön meghívást nem kaptak, hanem hallottak erről. És bejelentkeztek, hogy ők szeretnék, tudják a művet, és bejelentkeztek, hogy ők szeretnének részt venni ebben a produkcióban. Itt az utolsó pillanatban azért még volt egy kis változás, történt egy sajnálatos baleset, illetve hát a produkció kapcsán talán mondhatjuk azt, hogy baleset, igen. Hiszen Ottoker Kleinek az állapotában egészségügyi problémái merültek fel, és hát kellett az utolsó pillanatban mást hívni helyette. Igen, hát énekművészek esetében ez mindig is egy fennálló veszély, hogy
vagy egy kisebb torokgyulladás ugye meggátolja a fellépést, és hát ezt a csodálatos kvártetten alakítani kellett hirtelen, de én úgy gondolom, hogy abszolút megnyugtató, és egy kiváló művészt ismerhet meg a közönség, és nem fogunk lemondani Ottokar Kleinről is, mert bízom benne, hogy a elkövetkezendő időszakban valamikor a fehérváriak majd megismerhetik. Tehát helyette Pataki Adorján lesz a tenor szólista, akiről annyit kell tudni, hogy egy fiatal ember, 36 éves, és Erdélyből származó magyar énekművész, aki nem csak a romániai vezető zenekarokkal, operaházakkal dolgozott, hanem 2011-től Magyar Állami Operaháznak is rendszeres állandó vendége, többek között például Hunyadi László címszerepét adta elő, és a nemzetközi porondon is Németországban, több városban dolgozik, Ausztriában, Prágában, tehát a nemzetközi porondot is jól ismeri, és egy újabb csodálatos kvártett. Igen, és a művet is repertoárján tartja, úgyhogy hálásak vagyunk neki, hogy elvállalta, és kvázi ilyen szempontból megmenti az előadást. István, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Mi pedig megyünk tovább, hiszen, ahogy azt említettem, foglalkozunk még mai adásunkban a koronázási szertartási játékok programjával és magával a szertartási játékkal is. Szikora Jánost kérdeztük mindenről. ...2022-ig tervezzük ezt a koronázási szertartási játékot, aminek során így módon egy 10 éves periódus fogunk lezárni, és ebben a 10 éves periódusban gyakorlatilag valamennyi jelentős Árpád-házi uralkodónak a koronázását, és ezen belül természetesen az élettörténetét is bemutatjuk. Most ennek a 10 éves periódusnak pont a közepén van harmadik Béla, és ez talán szimbolikus, talán jelképes, mert ez a történelemben is így volt, hogy harmadik Béla az az Árpád-ház zenitje. Tehát nem véletlenül adtuk a nézők, hogyha járnak, kelnek a városban, látják a plakátjainkat, harmadik Béla, és oda van írva az aranykor trónusán. Igen, ez egy aranykor volt, egy fantasztikus a középkori Magyarországnak, és talán az egész magyar történelemnek egy csodálatos periódusa, 2 évtized, illetve valamivel több, mint 2 évtized volt, tehát egy nagyon izgalmas, gyönyörű, építkező korszaka volt ez Magyarországnak, aminek az élén ez a nagyon különös figura állt, akit harmadik Béla néven ismerünk. Ugye említetted ezt az 5 évvel ezelőtti beszélgetést, amikor arról volt szó, hogy egy hagyományt szeretnétek megteremteni. Hát mondhatjuk azt, az elmúlt képsorokat is végignézve, hogy ezt a hagyományt tényleg Székesfehérvár, sőt az ország, de akár határon túlról érkező látogatók is éltetik, és évről évre rengetegen vesznek részt ezen a forgalmon. Nagyon a szívemből beszélsz, hogyha így gondolod, vagy így látod. Kétségtelen, hogy ennek ezért mi is tettünk, hiszen például a második koronázás, ami Szent László koronázása volt, ott fölvettük a kapcsolatot Nagyváraddal, nagyon sok nagyváradi részvevő, táncosok, gyerekek, a Szent László iskola gyerekkórusa szerepelt benne, a Nagyváradi Szigligeti Színház színészei, tehát volt egy ilyen kapcsolat, sőt, sajnos Hamvába holt, elképzeltük, hogy, és volt is egy szándék, hogy az egész koronázási szertartásjátékot kivisszük Nagyváradra, már a helye is megvolt, a vár Árokban találtunk egy nagy területet, ahol meghívták volna ezt az egész produkciót. Természetesen, mint mindig, mindenütt a pénz itt is beszól, és kiderült, hogy hát ez nem finanszírozható. Azonban mégis egy kisebb részlete, bábók, gyerekkar, énekesek, zenészek, ezek kimentek, és a nagyváradi püspöki palota kertjében, egy nagyon szép ünnepség keretében, egy keresztmetszetben mutattunk be részleteket ebből a koronázási szertartásjátékból. Én jelen voltam, és hát láttam ott a nagyon boldog nagyváradi polgárokat a püspöki palota kertjében, óriási siker volt. Egészen biztos, hogy ez, amit mi csinálunk, nem áll meg a határainkon belül. Szándékunk is, hogy határon túl is értesüljenek róla. Tavaly például a tavalyi koronázásra határon túli médiák szerkesztőit, újságíróit hívtuk el egy kis fehérvári látogatásra,
és ők nagyon lelkesen számoltak be arról, azokról a kulturális élményekről, amelyek nem szorítkoztak a koronázási szertartásjátékra, tehát azért itt bőven van látnivaló Fehérváron egész nyáron. És én azt gondolom, hogy fölkeltették az érdeklődést ez iránt, a város iránt, fölkeltették az érdeklődést a szertartásjáték iránt is határokon túl. Ezt idén is szeretnénk megismételni. Őszintén szólva, mi egy kicsit mindig regisztráljuk, hogy ki, amikor jegyet vesz, hol vette a jegyet. És van egy elég pontos kimutatásunk arról, hogy mekkora szórásban veszik a jegyet a koronázási szertartásjátékra. Természetesen a legtöbb Fehérváron fogy, és ez így is van rendjén, de meglepően nagy szórást mutat a jegyvásárlók, akik például online befoglalnak jegyeket. Tehát ma már bátran mondhatom, hogy az ország egész területéről jönnek, számon tartják, hogy például messze ne menjek, én Budaörsön lakom, és van egy kedvenc vendéglőnk, a Mici vendéglő, és annak a tulajdonosa múltkor, amikor jött a családdal, ott ebédeltünk kiszolgálni, jött, fölvette a rendelést, és utána csak annyit mondott, hogy megyünk ám idén is. Mondom, hova? Hát a koronázásom, ott már online már lefoglaltam a jegyeket. Szóval ezek tényleg ilyen spontán megnyilvánulások, és akkor az ember érzi azt, hogy azért ez az 5 év munkája, ez nem volt hiába való. Az 5 év munkája, meg ahogy említetted is, hogy fél időnél vagyunk. Nemrégiben volt egy ilyen közönség találkozó promóciós nap, ahol az élő királyokkal, a korábbi 4 királyt alakító színésszel találkozhattunk, és hát ők is nagyon sok érdekességet meséltek az elmúlt évekről. Neked mi volt az, ami ilyen nagyon emlékezetes pillanatként megmaradt rendezőként? Hát... biztos, nem épp a legjobb, van. Nem épp a legjobb, de az biztos, hogy egész életemben emlékezni fogok rá. Ez a 2 évvel ezelőtti koronázási játék volt a Könyves Kálmán. Én ennek nagyon örültem, mert úgy éreztem, hogy pont a Könyves Kálmán koronázása volt az, ahol egy kicsit fordult az, amit mi idáig csináltunk, hogy az ünnepélyes, oratórikus játékból egyszer csak kezdett igazi színház válni, dráma. És ezt éreztem a nézőkön, hogy ők szinte, mint egy különös színházi előadást is figyelik ennek a Könyves Kálmának a élettörténetét, de sajnos ott volt a csapadékos eső. És tehát ha már az élményt kérdezed, első előadás összetett kézzel, de rendre lement, megúsztuk, második előadás elkezdődött, és jöttek nyugatról a viharfelhők. Én fönt ültem a vezérlőpultnál, és néztem a radarképet, és többet néztem őszintén a radarképet, mint a színpadot, és ahogy láttam, hogy ez a nagy, sötétkék, fekete felhő közeledik Fehérvárra, és úgy nyomtam volna, hogy még várj egy kicsit felhő, várj egy kicsit, de nem várt. És amikor elérte a radarképen a felhő Székesfehérvár külterületét, akkor kénytelen voltam levenni a fényt, a hangot, ugye megállt az élet, hogy mi történt, és bemondani a mikrofonba, hogy elnézést kérek mindenkitől, de rövid időn belül egy nagy zivatar csap le a városra, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy szépen rendben, minden pánik nélkül, de el kell hagyni a nézőteret, és sajnos az előadás félbe kell szakítanunk. Ez nagyon... nagyon szomorú volt, mert többször nem ismételtük meg, akkor még nem csináltunk esőnapot, tehát nem tudtuk megismételni. Viszont hozzáteszem azt, hogy én minden koronázási szertartáson a leghátsó sorban ülök. Irdatlan sok ember ül előttem. És én mindig úgy átsúlyan alattam, hogy Úristen, ha itt valami történik, akkor mi lesz? És még nem történt semmi. És azért örültem annak, hogy igen, időbe szóltunk, hogy zivatar jön, és szépen csendben, minden pánik nélkül mindenki kisétált, és valóban, ahogy az utolsó emberek kezdték elhagyni, először csak csepegve, és aztán ahogyan kell, ledördült a nagy nyári zivatar, megúsztuk. És ezzel félbeszakadt egy előadás. Hál' Istennek a Városi Televízió jóvoltából megismételték, és láthatták, akik lemaradtak róla. Hát de művészként hát azért benned maradt valami, igen, hogy nem? Ez, tehát, hogy igen, nem tudod, és azért fújtunk egy buborékot, és mielőtt még fölfújtuk volna, elpukkant, szóval ez nem jó érzés.
Viszont menjünk szebb irányba. Az idei esztendőben, ugye erről már volt szó itt a tévében is, hogy azért lesznek új elemek, és egy ilyen bizánci irányba fog elmenni mind a zene, mind pedig a díszlet. Erről néhány gondolatot, nyilván a nagy poénokat nem lelőve, meg tudnál velünk osztani? Igen. Próbálom a nagy poénokat nem lelőni, de az biztos, hogy akik most idén beülnek a nézőtérre, más látvány fogja őket fogadni, mint amit idáig megszoktak. Az elmúlt 4 évben, aki eljött és leült a nézőtér, az látta, hogy úgy szépen lassan úgy növekedett az a két kis torony, ami az első évben még két ilyen kis csonk volt, aztán egyre magasabb és magasabb lett, gondolod, hogy tavaly 26 méter magas volt. Tehát én néztem ezeket az ipari alpinistákat, amikor kötözték fel a harangokat, hát nem mondom, szóval azért az is egy foglalkozás. Tehát, na most ezt megszoktuk, ugye ezeket a templomtornyokat, és ezek most nem lesznek. Viszont lesz helyettük egy óriási kupola, tulajdonképpen a bizánci építészet centrális szerkezetét imitáló kupolarendszer, egy kettős kupola. Ez kicsit hasonlít az Hagia Szófiára, tehát a nagy Hagia Szófia bazilikára, de mondhatom az áheni keresztelőkápolna bizánci kereszt alaprajzolatú nyolcszögű kápolnáját is, és az a fölött húzódó kápolna rendszer. Tehát ezek mind-mind ilyen építészeti inspiráló elemei voltak a munkánknak. Elég az hozzá, hogy idén egy centrális teret alkotunk. És ebben a centrális térben olyan dolgok tudnak megjelenni, amik idáig nem. Egyszer számba vettem, hogy itt már tényleg mindenki volt ezen a színpadon. Voltak táncosok, zenészek, színészek, kit mondjak még, és akkor most mondok valakit, aki biztos nem volt, na akrobaták azok biztos nem voltak, meg légtornászok azok se voltak, hát most ők lesznek. Hogy kerül egy légtornász vagy egy akrobata egy ilyen szertartásjáték kellős közepébe, hogy esetleg valaki ezt kérdezi, hogy mi akkor, hogy egy cirkusz lesz? Nem lesz cirkusz természetesen, hanem az ő szerepük egy jelenetbe ágyazott, és hát innentől kezdve már fedje homály, hogy mi is lesz az ő tevékenységük. Elég az hozzá, hogy a múltkor elmentem a fővárosi nagycirkuszba, megnéztem a próbájukat, a légtornász hölgyekét is, meg az akrobata gyerekeket is, akik végtelenül tehetségesek és izgalmasak. Hát elképedtem, hogy mire képes az önmagán uralkodó emberi test, meg izomzat, tehát ez tényleg csoda, amit ők csinálnak. Nem véletlen, hogy cirkuszművészeknek nevezik őket, valóban valódi művészet az, amit ők csinálnak. Bízom benne, nem lesz hosszú, tehát ne gondolja azt, hogy most akkor, hogy ez az egész ez az idei szertartásjáték erről fog szólni. Ezek csak kis elemek lesznek, de látványos elemek, és olyan, a dramaturgiailag olyan ponton jelenek meg, ahol nagyon hangsúlyosak. Kedves nézőink, ez volt már az Art Café Fehérvár. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!